Elkészült a Moson-Magyaróvári vár turisztikai fejlesztése. Ez a Sződligeti Szádvár és a Tatai Eszterházi kastély után a harmadik épület, amely megújult a Nemzeti Kastélyprogramban. A Moson-Magyaróvári vár egészen a 18. századig végvárként működött, majd a 19. század óta oktatási intézmény, ma a Széchenyi Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi karának ad otthont. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram feladata, hogy egyfelől hitelesen állítsa helyre műemlékeinket, és segítségükkel bemutassa múltunkat, másfelől új feladat is találjon ezeknek az épületeknek, hogy azok részei lehessenek a 21. század sokszor eltérő igényeket megfogalmazó mindennapjainak. Az első ütemben 30 műemlék, 18 kastély és 12 vár újul meg országszerte, összesen 60 milliárd forintból. A vár kívül belül teljesen megújult, új turisztikai funkciókat is kapott, és rendszeres kiállításokat is terveznek ide, amelyek most interaktív elemekkel bővültek. Fantasztikus érzés látni azt, hogy új funkciókkal bővülve, de mégiscsak itt áll. És valóban a városnak továbbra is igazodási pontját, továbbra is identitás pontjait jelenti. Jó, hogy újjászülettek a kövek. A mai átadás után már az érdeklődők számára is nyitott lesz a vár, ahol a látogatók sok más mellett egy felbecsülhetetlen jelentőségű, fél ezer éves gótikus leletet is láthatnak. Ez a része volt egyébként a várnak az, ahol a krónikák, a középkori feljegyzések szerint Hunyadi Mátyás király fiatal korában raboskodott. Ez az a lelet, amely kiválóan reprezentálja azt, hogy a műemlékhelyrejtés hosszú folyamata során milyen kihívásokkal, milyen megoldandó problémákkal, feladatokkal szembesülünk. Ezek a fordulatok adják a műemlékhelyrejtésnek az igazi szépségét is egyébként, hiszen rugalmas hozzáállással minden rejtett szerkezet feltárása utáni váratlan eseményt meg lehet természetesen oldani. A moson-magyaróváriaknak is fontos, hogy megújult emblematikus épületük. Igazából betöltötte mindig a funkcióját akkor, amikor védelmi funkciója volt, akkor, amikor az egyetemet szolgálta, most pedig közösen egy turisztikai attrakcióként is szolgál. Ez a vár a város legfontosabb jelképe. Moson-Magyaróvárnak nagyon sokat jelent. A Moson-Magyaróvári vár felújítása mindegy 1 milliárd 700 millió forintba került.